Érvénytelennek tekinti Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes dolgozatát az ELTE 12 professzora. Felszólították Semjén Zsoltot és egykori témavezetőjét Molnár Attila Károlyt, hogy tisztázzák, hogyan kerültek a politikus 1992-ben írt szakdolgozatába azok a szövegek, melyeket később a konzulens is publikált és a magáénak vall. Rubovszky György, KDNP-s képviselő tréfálkozva védte meg pártelnökét. Azt mondta, Semjén Zsolt nem plagizált, hanem látomása volt. Semjén Zsolt súlyos tudományetikai vétséget követett el. Ezt állapította meg az ELTE vizsgálata, és azt, hogy a miniszterelnök helyettes szakdolgozata és konzulense művei között sok a szövegazonosság. Teljes jóhiszeműséggel jártam el, akkor is, most is, ezért minden erkölcsi természetű vádat visszautasítok. A miniszterelnök helyettes pedig másnap cáfolt. Szerinte ellenfelei fekete piárral karaktergyilkosságot akarnak elkövetni ellene. Ma már az ELTE 12 professzora szólította fel Semjén Zsoltot és egykori konzulensét Molnár Attilát, hogy tisztázzák a plágium gyanút. Közleményükben azt írják, az ügy nem tekinthető mindaddig lezártnak, amíg a két szereplő nem tisztázza nyilvánosan a felelősség kérdését. Ameddig ez nem történik meg, a professzorok szakmai szempontból a szakdolgozatot nem tekintik érvényes munkának. Bárki is követte el ezt a vétséget, az ügy sérti az oktatás és a tudományos kutatás erkölcsi alapjait. Az ilyen vétség nem évül el, és erkölcsi megítélése nem igényel külön szabályozást. Természetesen. Rubovszky György szerint viszont semmilyen nem plagizálhatott Molnár Attila Károlytól, hiszen dolgozata egy évvel korábban jelent meg, mint Molnáré. A KDNP-s politikus viccesen válaszolt az ATV.hu újságírójának. Ebből az következik, hogy Semjén Zsolt nem plagizált, hanem látomása volt, és egy évvel korábban megírhatta azt, amit egy évvel utána leírtak, és ami miatt ez a bizottság azt mondja, hogy plágium. Egyszerűen bócot csinál magából az ELTE. A miniszterelnök sajtófőnöke röviden azzal reagált a 12 professzor közleményére, hogy megismételte. Az ügyet véglegesen lezártnak tekintik. Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője Facebook oldalán pedig azt írja, a belvárosi liberális klub vezetősége és az MSZNP központi bizottságának nyugdíjas tagozata nyilatkozatot ad ki, ezzel pedig jól segberúgja elvtársaik a demokratikus ellenzék erőfeszítéseit.